Kerékpáros gázolás, egy idősebb nőt és férfit is súlyos sérülésekkel vittek kórházba, egy személyautó a járdán ütötte el őket. Erősödő arab kapcsolatok, az Egyesült Arab Emirátusok nagykövete látogatott Nyíregyházára. Indul a Tourist Police, ezen a nyáron is alkalmaz diákokat a rendőrség Nyíregyházán a bűn megelőzés érdekében. Súlyos kerékpáros gázolás történt tegnap este Nyíregyházán. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Egy személyautó vezetője a Szemüvegy utcán sodródott le az útról, először az ott lévő közlekedési lámpával ütközött, majd a párhuzamosan futó járdára hajtott fel, ahol elsodort két éppen ott tartózkodó kerékpárost. A 64 éves nő és 68 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett, a mentők a helyszíni ellátást követően őket kórházba szállították. A balesetben két helyszínen parkoló autó is megsérült, a rendőrség a helyszínelés idejére korlátozta a forgalmat, a baleset okát és körülményeit továbbra is vizsgálják. Tapasztalatok átadása, üzleti lehetőségek feltárása. Ezzel a céllal látogatott Nyíregyházára Saud Hamad al-Samshi, az Egyesült Arab Emirátusok nagykövete. A diplomata számos város vezetővel találkozik a következő hónapokban is, a nyíregyházi önkormányzat pedig a tervek szerint ősszel újra fogadja majd a nagykövetet. Rövid turisztikai és gazdasági körkép. Nyíregyháza vezetése az Egyesült Arab Emirátusok nagykövetének foglalta össze a városházán, milyen fejlesztések zajlottak az elmúlt években, valamint hogy milyen beruházásokat terveznek a közeljövőben. A nagykövető először van itt Nyíregyházán, de azt gondolom, hogy már a beszélgetés során addig mentünk, mint a harmadszor lett volna, túlmentünk a protokolláris kereteken, és konkrét együttműködési lehetőségekről is beszéltünk, sőt azt is megbeszéltük, hogy ezt szeptember 2. október 1. felében egy következő tárgyaláson már tovább is tudjuk vinni. A nagykövet elmondta, az emírségek a világ egyik legnagyobb kőolaj és földgáz készletével rendelkeznek. Mára azonban a GDP több mint 70%-a már nem kapcsolódik közvetlenül a kőolaj termeléshez. Hozzátette, hagyományokat tisztelő országa a térség egyik legstabilabb államává vált. Olyan pénzügyi, gazdasági központ lett, amely erős támogató környezetet kínál a vállalkozások, a kutatás és az innováció számára is. A diplomata célja Magyarországon többek között az emírségekben rejlő üzleti lehetőségek megismertetése és a tapasztalatok átadása. The reason I'm here is to make friends. The UAE and my activities and what. Az ok, amiért itt vagyok, hogy barátságokat kössek. Az Egyesült Arab Emirátusok nevében számomra is fontos tapasztalatokat szeretnék megosztani itt Magyarországon. Elkötelezett vagyok abban, hogy a lehető legtöbb város vezetőhöz eljussak, és az országommal közös, lehetséges kapcsolódási pontokat keressek gazdasági, kulturális és egyéb területeken. Ehhez azonban nélkülözhetetlen, hogy elinduljon egy párbeszéd, ezért vagyok most itt. A lot of opportunities, but again, that requires to start a conversation, and I'm here to do that. Az Egyesült Arab Emírségek és Magyarország 1990 óta tartanak fent kölcsönös tiszteleten alapuló diplomáciai kapcsolatot. Magyarország nagykövetsége 2006-ban nyílt meg az emírségekben. Az Emirátusok magyarországi nagykövetsége 2018-ban kezdte meg működését. Közösségi szolgálatot ellátó diákok segítik a nyíregyházi rendőrök bűn megelőzési munkáját az idegenforgalmi szezonban. A Tourist Police elsődleges célja, hogy a kiemelt helyeket látogató turisták és helyi lakosok részére nyugodt és biztonságos pihenést teremtsenek. Az augusztus végéig tartó programra már 50 diák jelentkezett. Már osztják a figyelemfelkeltő szórólapokat a közösségi szolgálatot ellátó diákok Sóstún. 2012-ben indult útjára a Tourist Police program Nyíregyházán, melynek elsődleges célja, hogy a turisták által gyakran látogatott helyeken, kiemelten Sóstó gyógyfürdőn biztosítsák a nyugodt és biztonságos pihenést.
egyedülálló program az országban, itt Nyíregyházán valósul meg. A cél alapvetően az, hogy az ide látogató turistáknak, legyen az külföldi vagy magyar, hasznos tanácsokkal lássák el. Ez lehet prevenciós tanács, hogy hogyan ne legyen bűncselekménynek a sértetje, de lehet csak egy útbaigazítás. Közös szolgáltatásról beszélünk, hiszen a diákok közösségi szolgált keretében végzik a munkát, rendőr kollégákkal dolgoznak együtt, illetve most már mióta iskolőrség működik 3 éve, iskolőrök is részt vesznek ebben a programban. Szóval ez egy nagy összefogás, nyilván az önkéntesek a segítsége kell hozzá, hogy megvalósulhasson, de egy sikertörténetről beszélünk. A rendőrség a járőrszolgálatot a Turistpolis program keretében működő közösségi szolgálat mellett az új típusú szegvélyekkel és lovasszolgálattal biztosítja. Céljuk, hogy a rendőrség mindenhol jelen legyen, és ezáltal a turistáknak is vonzó kirándulóhely maradjon Sóstó. Nagyon fontosnak tartom a Turistpolis jelenlétét mind Sóstófürdőn, mind Nyíregyháza belvárosában, hiszen az ide látogató turisták tömeges száma nyáron igenis igényli azt a felügyeletet, éberszemet, biztonságot, amelyet azt tud nyújtani, hogy a Turistpolis program keretében még több fiatal és önkéntes segít a városrész biztonságának megőrzése érdekében. A program a diákok körében is népszerű, olyan is akad, aki már teljesítette a kötelező számot, de még szeretne tovább maradni. A szezonban segítő diákoknak a bűnmegelőzési feladatok mellett a városba érkező turisták útbaigazításában is fontos szerepük lesz. Azért jelentkeztem erre a Turistpolis közösségi szolgálatra, mert betekintést szeretnék tenni erre a világra, és a jövőben jogot szeretnék tanulni, és valamilyen szinten köze van hozzá, ezért szerettem volna. Az idei tanévet követően 50-en jelentkeztek a szolgálatba, de a nyár végére ez elérheti a 100 feletti létszámot is. Bár ez a program augusztus végéig tart, a téli időszakban a Turistpolis-os diákok a karácsonyi forgatagban is segítenek a bűnmegelőzésben. Szombaton ünnepélyes díjkiosztóval zárult a Magyar Színházak 36. kisvárdai fesztiválja. Az 5-tagú szakmai zsűri döntése alapján a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának produkciója nyerte el a verseny programfődíját. A záróünnepség résztvevőit köszöntötte Vince Máté, a Kulturális és Innovációs Minisztérium közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára, aki azt mondta, Kisvárdán a fesztiválon jelen van a magyar színjátszás színe java határon innen és túl. Hozzátette, hogy 2024-ben a korábbiakhoz képest már más problémákra, a globalizáció és egységesítés kultúrájának kihívásaira ad választ ez a rendezvény. Ez Magyarország legrégebb óta folyamatosan működő olyan fesztiválja, ami nem csak Magyarországnak, hanem az egész Kárpát-medencének egy nagyon fontos ünnep. Ez kicsit a magyar nyelv, a magyar színjátszás, a magyar összetartozás ünnepe. És Kisvárdánt dicséri az, hogy már a 80-as években gondoltak arra a igazgatók, a szervezők, hogy érdemes egy ilyen fesztivált csinálni, érdemes találkozni, megosztani a jó gyakorlatokat, és ezzel segítve a magyar színjátszás ügyét. Én biztos vagyok benne, hogyha megnézzük most, hogy hol tartanak a színházak, mennyit fejlődtek az elmúlt 36 évben a határon túli magyar színházak, akkor abban a kisvárdai fesztiválnak is nagy szerepe volt. A szakmai zsűri elnöke Nagy Katica színművész volt, akit a közönség a Szemmelweis című film női főszereplőjeként ismer. A színésznő számos élményt és tapasztalatot szerzett a fesztiválon. Csodálatos élmény volt itt lenni. Egyrészt azért, mert olyan előadásokat láttam. Igazából én legfőképpen ezért jöttem. Persze nagyon megtisztelő a felkérés, és nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek. De összességében, amit én leginkább kiemelnék, és nekem a legtöbbet adta az, hogy láthattam ezeket a határon túli előadásokat, tehát, hogy ezekkel én Pesten nem tudnék találkozni. Csupa nagy alkotónak az előadásait is láttam, és egy csomó élménnyel gazdagodtam. A Kisvárdai Színházi Fesztivál szakmai programjában idén 27 előadás szerepelt, közülük 17-et a versenyprogram keretében láthatott a közönség. A Kulturális és Innovációs Minisztérium fődíját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulata kapta, a Bocsárdi László rendezésében színpadra állított Csónak, avagy Előttünk az özönvíz című előadásért.
azt helyeztük fókuszba, amit mindig, hogy szakmailag minél magasabb színvonalon próbálunk működni, és igazából sikerült létrejönnie egy olyan szerencsés találkozásnak a rendezővel, ami meg tudta határozni ezt az utat, vagy ezt a végeredményt hozta. A zsűri jutalmazta az ígéretes tehetségeket, számos egyéni és társulati, valamint külön díjat ítélt meg a fesztivál legkiemelkedőbb művészeinek. Ünnepi koszorúzást tartottak a megyei könyvtárnál Móricz Zsigmond születésének 145. évfordulója alkalmából. A rendezvényen a vármegyei és a nyíregyházi önkormányzat, valamint oktatási kulturális intézmények, szervezetek képviselői helyeztek el koszorút az író egész alakos szobránál. A Tisza Csécsén 1879-ben született író a 20. századi realista magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotója volt, a Nyugat című folyóirat első nemzedékének meghatározó alakja. Egy szép nyári estén a Lugasban, mikor nagyon is bizalmas volt hozzánk, letelepettünk körülötte, ki székre, ki kőre, ki a fűes párkányra, és mesélt. Hely, gyerekek! A ti Balázs bátyátok édesapjának nem voltam arany óralánca, amelyről csak így hiúságból csüggjön egy részgaras. De még a zsebében se sok négy krajcáros csörömpölt. Pedig lett volna szükség rá, mert minden nap 10 gyerek kell tenni az asztalnál. Szegény mesterember volt az én apám, tisztességes asztalos mester. Sokat dolgozott, keveset keresett. Nem is jártunk kackiásan, mezitláb szaladgáltunk nyaranta a jó meleg porban. Én bizony, mi tűrés tagadás, nem voltam megelégedve a sorsommal. Roppant szerettem volna legalább egyszer egy krajcára szert tenni, hogy azt versek rajta, amit akarok. Gondoltam magamban, rögtön vennék piros nyelű bicskát, tarka falovat, bőrlabdát és egy marék cukrot. Ezekre vágytam abban az időben, és azt hittem, hogy ha egy karcát lelnék, mind megvehetném rajta. Móricz egyik novellájával indult a megemlékezés. Az író születésének 145. évfordulója alkalmából a Móricz Zsigmond nevét viselő megyei könyvtár előtt tartottak ünnepi koszorúzást Nyíregyházán. A rendezvényen elhangzott, az intézmény szívesen vállalt kötelezettsége az író szellemiségének ápolása. Minden évben őrizzük és ápoljuk a Móricztól kapott kulturális és irodalmi örökségét. Most már 5 évente fogjuk ezt a koszorúzással egybekötött megemlékezést megtartani, hiszen folyamatosan teszünk azért, és a nevét viselő intézmények, szervezetek is folyamatosan minden évben ápolják. Kiállításokat szervezünk, olvasás népszerűsítő rendezvényeket, író-olvasó találkozásokat, de tudományos konferenciát is szervezünk. Móricz Zsigmond Tiszacsécsén született 1879-ben, családja jómódú paraszti sorból embertelen szegénységbe süllyedt. Az ünnepségen elhangzott, az író gyermekkorát meghatározó élmények, a valóság iránti életre szóló szenvedély és kíváncsiság tette Móriczot a 20. századi realista magyar irodalom meghatározó prózaírójává. Meggyőződésem, hogy Móricz író életműve a születésével kezdődött Tiszacsécsén. Az életem regényében önmagáról ír, de minden szava Magyarországot mutatja meg. Van egy gyönyörű hasonlata Csécse akkor talán egyetlen utcájáról, ami úgy szeli ketté a falut, mint a Duna a fővárost. Ezt már Móricz nyilván a fővárosban élő, beérkezett íróként mondja, de a Bölcsőtől egészen a koporsóig tartó út teljessége úgy gondolom minden írásában benne van, és ez az életből fakad, hangsúlyozom, az életből, az élményekből, ezek válnak aztán természetes módon írássá. A koszorúzáson a vármegyei és a nyíregyházi önkormányzat, valamint oktatási, kulturális intézmények, szervezetek képviselői vettek részt. Az ünnepség a könyvtár konferencia termében folytatódott. A megyei hatókörű városi intézmény a Móricz életmű gyűjtését is végzi. A helyismereti részleg Szabolcsi gyűjteményében Móricz Zsigmond 227 műve található, melyből 150 első kiadású.
Idén zajlik a 8. nemzetközi és egyben 15. országos fehérgólya felmérés, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A fehérgólyák feltérképezésében bárki részt vehet, sőt az egyesület kéri is a lakosságot, hogy aki gólyafészket lát, küldje el a szervezetnek az adatokat. Hangsúlyozzák, a következő két hét, tehát július első fele a legfontosabb időszak, hiszen a fiókák már nagyobbak, de még a fészekben állnak, így könnyű a számlálás. A felmérést 5 évente szervezik, az adatokra pedig azért van szükség, hogy nyomon követhessék az állomány változását, a veszélyeztető tényezőket, és ezek alapján megtervezhessék a gólyák védelmét a szakemberek. A 8 évtizede még 16 ezer páros állomány ugyanis alig negyedére csökkent 2019-re, a legutóbbi országos fészek számlálás idejére. Befejezte játékos pályafutását Szobi Dániel. A több poszton is bevethető kosaras az előző idényben mindössze 2 meccsen nem lépett pályára a Hübner Nyíregyháza Blues Sharks csapatában. Visszavonulása után sem szakad el a sportáktól, a Vármegyei Szövetség ügyvezetőjeként és a Kék Cápák szakmai stábjának tagjaként dolgozik tovább a kosárlabdáért. Tökéletes csapatember, akire mindig lehet számítani. Így jellemezték Szobi Dánielt, aki az előző idényben bizonyította is ennek az állításnak az igazát. Az alapszakaszban valamennyi meccsen pályára lépett, 16 perc alatt 4 pontot és 2 lepattanót átlagolva. A rájátszás 7 mérkőzéséből 2-t sérülés miatt hagyott ki. Mivel ez volt az utolsó szezonja, sajnálja, hogy nem sikerült tovább küzdeni a feljutásért, de így sem elégedetlen a történtekkel. Szerettük volna feletetni az előző szezon kudarcát, ugye az A-csoportos kiesést, és elindítani egy erős B-csoportos csapatot, ami akár esetleg döntőbe is juthat, vagy 4 közé. Ehhez képest ugye nagyon gyengén sikerült az őszi szezonnak az őszi része. Viszont úgy gondolom, hogy a tavaszi rész pedig, amilyen csúnya volt, az első olyan szépen sikeredett, és gyakorlatilag hát 2 nagyon szoros meccsen múlott, ha valamiket megnyertük volna, akkor 4-be jutunk. De így is azt mondom, hogy a rájátszás, illetve a 6. hely az egy szép befejezés. A nyáron bokaműtéten estem át. Úgy gondoltam, hogy könnyebben fog visszatérni, de hát azért ott nem olyan egyszerű ez már egy ilyen műtét után. Viszont nekem is úgy gondolom, hogy voltak jó meccseim, jó periódusaim a szezonban. Több poszton is játszottam. 1-4-esig igyekeztem a csapat hasznára válni. Úgy gondolom, hogy helyek közül sikerült is. Szobi Dániel 5 évvel ezelőtt Sitko Ernő hívására érkezett Budapestről Nyíregyházára. Játékos pályafutása végén már mérleget lehet vonni arról, hogy mit adott neki a Kék Cápáknál eltöltött 1/2 évtized. Mondhatnám, hogy mindent adott, hiszen családot, otthont, barátokat, a civil munkát mindig nehéz elkezdeni egy sportolónak. Nekem ez sikerült, és ebben nagy partner volt az egyesület és a vezetőség. Külön meg kell említenem Sitko Ernőt, aki hívó szavára érkeztem, és nagyon sokat segített az elején. Ő rajta keresztül ismertem meg a feleségemet, de mondhatnám itt az összes vezetőt, dolgozót, munkatársat, akiknek külön köszönöm, úgyhogy nagyon szép volt ez az 5 év. Ugye a 2 A-csoportos év, csapatkapitány is lehettem, ez nagy büszkeséggel tölt el. Most már nyíregyházi lakosként hivatalosan én is nyíregyházinak érzem magamat, úgyhogy gyakorlatilag mindent adott. Nagyon szép 5 év volt. És ha hozzáveszünk azt, hogy ez volt a második csapatom profi szinten, hiszen 10 évig voltam előtte a TF Budapestnél, illetve annál a Merim Mehmedovicsnál tudtam befejezni a karrieremet, akivel elindult 15 évvel ezelőtt, úgy gondolom, hogy nagyon szépen keretbe foglaltam. Bár játékosként már nem segíti a Cápákat, ott lesz valamennyi edzésen, mivel tagja a Merim Mehmedovics vezette szakmai stábnak. Emellett a Vármegyei Szövetség ügyvezetőjeként is dolgozik a kosárlabdáért Szobi Dániel. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Súlyos kerékpáros gázolás történt tegnap este Nyíregyházán. Egy személyautó vezetője a Szemlővesz utcán sodródott le az útról, először az ott lévő közlekedési lámpával ütközött, majd a párhuzamosan futó járdára hajtott fel, ahol elsodort 2 éppen ott tartózkodó kerékpárost. A 64 éves nő és 68 éves férfi súlyos sérüléseket szenvedett, a mentők a helyszíni ellátást követően őket kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a körülményeket.
Nyíregyházára is ellátogatott az Egyesült Arab Emirátusok nagykövete, a diplomata számos város vezetővel találkozik a következő hónapokban is, a Szabolcsi Vármegye székhelyre pedig őszre újabb meghívást kapott. A felek között így tovább erősödhetnek a gazdasági és kulturális kapcsolatok. Ezen a nyáron is diákok segítik a rendőrök munkáját a bűn megelőzésben Nyíregyházán. A nyíregyházi rendőrkapitányság munkatársai a közösségi szolgálatot ellátó diákokkal közösen vannak jelen a turisztikailag frekventált helyeken, de nagy figyelmet fordítanak az állampolgárok vagyonbiztonságának megóvására is. A program július 1-től augusztus végéig tart. Július 2-án kedden a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön mindjárt az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán délelőtt az északkeleti határvidéken még felhős időre és kisebb foltokban záporokra van kilátás. Az ország nagyobb nyugati és középső tájai felett kevés felhő napsütés várható. A legmagasabb hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul. Az északkeleti ország részben mérhetjük a legalacsonyabb értékeket.